Az idén újra belevágtak a tamási szervezők egy háromnapos versenysorozatba, mert hogy az elmúlt évek közönség sikerei, a lovasport sokszínűsége, az ugrószakág, a díjugratók igényei indokolták. Szinte futószallagon zajló díjugrató számok között ügyesen rejtették el a szervezők a közönség érdeklődését ébren tartó olyan számokat, mint a fogatok villámgyors páros versenye, az önmagában is látványos csikós bemutatókat, a nyers lóerők és a motorizációban mértékegységként jelenlévő lóerők együttes jelenlétét, az elmúlt 10 évben egyébként látványosan megújuló, folyamatosan fejlődő, remek lelátókkal rendelkező tamási pályán. 2009 óta a kaposvári Horse Lovas Akadémia szervezi a tamási lovasnapokat, erősítve benne azokat az elemeket, amelyekkel a maga kategóriájában továbbra is egyedi lehet ez a versenysorozat a közönség megtartása, számának növelése érdekében. Nyugat-európai országokban már szinte sehol nem csinálnak önállóan szakági versenyeket, tehát most értem ez a díjugratást, vagy díjlovaglás, vagy fogathajtást, hanem éppen azért, hogy a közönséget meg tudják fogni, különböző show elemekkel díszítik a programot, és a versenyek egy-két versenyszámot követően mindig van valami közönségprogram, ami egyrészt abból a bizonyos mértékű monotómiából kizökkenti a nézőket, egy kicsit mást látnak, érdekes dolgok, és végig fent tudják tartani a nézőknek a figyelmét. Tamási nem a legjobb díjugratók elhozatalát tűzte ki célul, akik ez időtájt egyébként is elfoglaltak, a bajnokságokon, nemzetközi versenyeken vesznek részt, hanem az utánpótlás nagy hazai seregszemléjét 3 naponnál prezentálva, minél több fiatal, feltörekvő díjugrató hazai lovasnak igyekszik több számban való bemutatkozási lehetőséget teremteni, amelyekből jutott az árónapra is versenyszám. Ez a verseny is jó alapot biztosított a lovasoknak arra, hogy a szeptemberben sorra kerülő megyei döntőkre, regionális döntőkre, vagy az országos bajnoki döntőkre méltóképpen fel tudjanak készülni. Van egy verseny a több tucatnyi között, amit Tamási nagydíjnak hívnak, amit szeretnének minden évben amolyan rangos kirakat versenyként megrendezni, ami már 125 centis magasságon zajlik, és a mezőnyben egyre több hazai szinten meghatározó lovast invitálnak meg. Sajnos ez az idén 3 hölgy versenyzésével zajlott, sok lovas más irányú elfoglaltsága miatt. A rapid verseny is ízelítőt adott azonban a magas szintű, a lóval remek együttműködést kialakító versenyzésből, a látványos akadályvételből. Hibátlan lovaglás, 79,8 másodperc. A győztes rutinos fővárosi díjugrató hibátlan, alapidőn belül lovaglása méltó volt a tamási nagydíj, mint legértékesebb versenyszámhoz, magához a 3 napos rendezvényhez. A lovasport kedvelője az zinyencek okkal reménykedhetnek az ilyen és ehhez hasonlatos produkciók számának növekedésével már a jövő évi immáron 63. tamási lovasnapokon.